Gyermekként Garfield Logan egy ritka betegségben a szakújtában szenvedett, melyet egy zöld majomból kivont szerrel tudtak meggyógyítani. A szer mellékhatásaként Garfieldből a zöldé változott és képessé vált bármely állattá átváltozni. A végzett őrjárat két tagja örökbe fogadta Garfieldot. Később csatlakozott a nyugati parti Tini Titánokhoz, majd az új Tini Titánokhoz. Ekkor vette fel a fattyú nevet és barátkozott össze Kiborggal. Megpróbált újra megalapítani a feloszlatott nyugati titánokat, de nem sikerült, így visszatért a főcsapathoz Gézengúz névvel. Színészként is megcsillogtatta tehetségét, mikor megkérték, hogy játsszon el egy Thor űrlényt a Space Trek 2022 című sorozatban, de nem adták le, mivel beperelték a csatornát plagizálás vágyával. Gézengúzt egy vicces bolond figurának ismerjük, de mint kiderült, ez csak a látszat. Így próbál nem összeomlani azok után, hogy a szülei és mostoha szülei is meghaltak. Egy időben beleszeretett egy másik titánba, de kiderült, hogy a lány mindvégig Deathstroke-nak dolgozott. Az áruló Terra csatlakozott egy fasiszta titán csapathoz, akik rendőrállammá akarták alakítani Amerikát. Gézengúz ekkor felvette az állatember nevet és egyre többször vett fel vadállat formát. A csata után beleszeretett Ravenbe. A végső válság után megpróbált újra megalapítani a Tini Titánokat, miután látta, mit műveltek Wonder Girl irányítása alatt. Később Raven is csatlakozott hozzá. Mikor erre a videóra készültem, arra gondoltam, utána nézek az új 52-es Gézengúznak. Ott így néz ki. Amúgy csak megjegyzem halkan, hogy 5000 feliratkozónál ünnepelni fogunk, szóval ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel.